Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai magazinunkban. A jövő évi költségvetést érintő döntések születtek az év utolsó önkormányzati ülésén. Idén is elismerésben részesítették Bátaszék fiataljait. Elköszöntek Kóbor Jánostól. Lezárta az évet a Felvidék Néptánc Egyesület. Hazaérkezésük 80. évfordulóját és a karácsonyt együtt ünnepelték a bátaszéki székhelyek. Több olyan döntés született a városi önkormányzat ülésén, mely a jövő évi költségvetése is befolyásol van. Folytatódik a társasház felújítási program, támogatást nyújt majd a város a felsőoktatásban tanulók és a hátrányos helyzetű családok oltási programjában résztvevők számára. De jelentős pénzösszegekkel kellett támogatni a városi tűzoltóság működését is. A következőkben a legfontosabb döntéseket foglaljuk egy csokorba. Azzal a ténnyel kellett szembesülnie a bátaszéki képviselőtestület tagjainak a városi tűzoltóság szakmai és pénzügyi beszámolója kapcsán, hogy az évek óta tartó alulfinanszírozottság hatására jelentős összeggel kell kiegészíteni a testület költségvetését, mondta Bozsolik Róbert polgármester. Egyrészt eltekint a képviselőtestület attól a 2 millió forint támogatásnak a visszafizetésétől, amit évelején elsősorban likviditási szempontból adtunk volna, illetve mintegy 1,5 millió forintot még hozzáteszünk annak érdekében, hogy a tűzoltóink bérét és a tűzoltóság működéséhez szükséges dologi kiadásokat maradéktalanul tudjuk teljesíteni ez év végéig. Ebben partnerek egyébként a környező önkormányzatok, akik a fenntartásban velünk együttműködnek, ők is biztosítják az ez évi kiegészítő támogatást a tűzoltóságnak a működéséhez. És rá is néztünk mindjárt a 22-es esztendőre, és ebből adódóan láttuk, hogy a helyzet nem javul, hanem sajnos tovább fog romlani, hiszen a bérköltségek jelentősen növekednek, a dologi kiadások is növekednek. Ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy 22. január 1-től 300 forint per fő lakosság egyenértéket 500 forint per fő lakosság egyenértékre emeli, ennek megfelelően növeli a támogatásnak a mértékét, bár látjuk, hogy ez a növekedés és csak arra lesz elegendő, hogy egy kis szépségtapaszt tegyünk a működésre, mert még így is, mint egy 5 millió forint hiánnyal tervezhető meg a 2022-es működés. A megoldás Bozsolik Róbert abban látja, ha a katasztrófavédelem finanszírozná a tűzoltók bér és bérjellegű kiadásait. Ez megközelítően 50 millió forintot ter neki éves viszonylatban Bátaszéken. A dologi kiadásból származó költségeket az önkormányzatok továbbra is állnák. 12 főállási tűzoltónk van, 0-24 órában működtetjük a tűzoltóságot, a fennmaradó időben alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatjuk a tűzoltóinkat, hiszen sajnos előregedett az önkéntes tűzoltói társadalom, és már nem tudnak önkéntes munkát vállalni, viszont a szolgálatot megbiztosítani kell 0-24-ben. Figyelemmel arra, hogy alagút van Bátaszék közigazgatási területén, közlekedési szempontból, Bátaapátiban van egy kis és közepes radioaktív hulladék tároló, tehát vannak olyan kiemelt biztonságú feladatok, amelyeket Bátaszékről lehet a legjobban, leghatékonyabban, legrövidebb időn belül elérni, ha adott esetben baj van. A város kezelésében 3 társasház van, melyben 20-nál több ingatlannal gazdálkodik a város. Ezek korszerűsítése folyamatos feladat, és ezt a jövő esztendően kiemelten kezeli majd a költségvetés. 10,2 millió forintot fogunk rákölteni, folytatjuk az energetikai korszerűsítési elképzeléseinknek a megvalósítását, illetve tervszerűen újítjuk föl a villamoshálózatokat a lakásainkban. Az elmúlt években is folyt oltási program, melynek keretében a szociálisan rászorulók anyagi terheit meghatározott keretek között átvállalta a város. Így lesz ez a jövő esztendőben is. Így az agyhártya gyulladás elleni védőoltást és a rotavírus elleni védőoltást fogjuk vagy teljes mértékben finanszírozni az igénybevők számára, attól függően, hogy milyen szociális és vagyoni helyzettel rendelkeznek, vagy részben támogatni azoknak, akik ezt az oltást biztosítani kívánják a gyermekeik számára. Ez mintegy 3,1 millió forintos keretet fogunk 2022-ben biztosítani. Maguk az elvek azok további jobban is élnek, tehát egy oltás azt minden szempontból az önkormányzat biztosítja, aki részt tud venni, és az oltási sorozat számától függően, illetve attól függően, hogy a család milyen anyagi körülmények között rendelkezik,
vagy a másodikat, és van olyan oltás, ahol a harmadikat is a város tudja finanszírozni. A Burza Hungarika pályázat mellett Bátaszék önmaga is pénzforrást biztosít a felsőoktatásban tanuló diákok számára a jövőben. A tanulmányi eredményhez kötődően szeretnénk ösztöndíjat adni fiataljainknak. Mindazok a felsőoktatásban résztvevők, akik a rendeletben meghatározott egyéb feltételekkel rendelkeznek, de ami a legfontosabb, legalább 3,8-es kreditátlaggal bírnak, azok 10-től 20 ezer forintig terjedő havi ösztöndíjban részesülhetnek mindig egy 5 hónapos meghatározott időszakra. Erre lehetőség jelen pillanatban most 2022. január 1-től lesz. Minden létező csatornán eljutatjuk a pályázat benyújtásának feltételrendszerét. Első alkalommal február 20-áig lesz lehetőség benyújtani mindazokat a dokumentumokat, amely alapján igénybe kívánják venni ezt a támogatást. A város azért döntött így, mert egyik oldalon szociális szempontból a Burza Hungarikával már támogatja a főiskolán tanulókat, illetve a családokat, de fontosnak tartottuk, hogy egy másik csatornán kialakítsunk egy olyan kötődést, ami lehetőséget biztosít esetleg arra, hogy mindazok, akik a várostól ösztöndíjban részesülnek, és lehetőségük van Bátaszéken vagy Bátaszék közelében tanulmányaik elvégzése után munkát vállalni, szívesen jöjjenek vissza hozzánk. Közel 2 évtizede hagyomány Bátaszéken, hogy évvégén elismerésben részesítik azokat a fiatalokat, akik a kiemelkedő tanulmányi sport vagy művészeti teljesítményükkel öregbítették szülővárosuk hírnevét. Fiatalok a városért elismerő díját adját Bátaszék alpolgármestere Kádár Leventének, aki kiemelkedő sport teljesítménye miatt kapta meg a kitüntetést. A város vezetése az idén is felkért az intézmények, egyesületek vezetőit, hogy tegyenek javaslatot arra, kik azok, akik teljesítményükkel, szorgalmukkal, eredményükkel példaképül állíthatóak a korosztályuk elé. A Bátaszéki Művelődési Házban ünnepélyes keretek között méltatták a díjazott fiatalokat. Kádár Levente tavaly állt először sílécre, és tehetségesnek is bizonyult ebben a téli sportban, így az edzője javaslatára 2022. januárjában a Szlovéniában megrendezendő diákolimpián képviseli majd Bátaszék városát. Azért, mert ügyesen síjeltem. Ugye tavaly kezdtük, tavaly. Jobban mondva, ez a második éve, hogy ugye járunk vele, és tavaly végig jártunk egy kezdőcsoportot, és vagy 3 vagy 4 haladó csoportot, és ugye az idén úgy gondoltuk, hogy szeretnénk folytatni vele a dolgot, és a Csóka Tamás, ugye az oktatásvezető, ugye ő neki komolyabb szándékai vannak a Leventével, és szeretné elvinni diákolimpiára, és úgy innentől kezdve ugye már komolyabban foglalkozunk a dologgal. Sikabonyi Eszter végzős diák a Bátaszéki II. Géza gimnáziumban. Ő kiemelkedő közösségi érdemei miatt kapott elismerést. Leginkább a gimnázium éveim során a közösségi munkámat értékelik, mert az osztályomat nagyon gyakran képviseltem, hogyha akármilyen probléma merült föl az osztályom és a tanárok között. Valamint az ilyen közösségi programokon nagyon gyakran részt vettem, mint például a Géza Gála, a ballagási műsorokon is szívesen segítettem. Szeretek másoknak segíteni, meg hát a tanáraim mindig azt mondják, hogy nagyon jó probléma megoldó képességem van. Először nagyon meglepődtem, hogy engem választottak, de hát nagyon örülök és büszke vagyok magamra. Egy település jövőjét a jelenben kell megalapozni, és a jövő egyik záloga az, hogy a városban lévő fiatalokkal megtalálják a közös hangot. Vallja ezt Bátaszék városvezetése. Somosi Szabolcs alpolgármester elmondta, hogy több mint 2 évtizede alapították a fiatalok a városért díjat, és örömére szolgál, hogy minden évben vannak olyan tehetséges gyerekek, akiket díjazni tudnak kiemelkedő tevékenységükért. Minden évben megünnepeljük, illetőleg megemlékezünk azokról a gyermekekről, ifjakról, akik az óvodáskortól egészen az iskoláskorig Bátaszéken töltik a hétköznapjaikat, sport, művészeti vagy tanulmányi tehetségükkel tesznek azért, hogy a településünknek a hírnevét öregbítsék, illetőleg alkotásaikkal színesítsék a városnak az életét.
korcsoportonként ugye van az óvodás korosztály, aztán az általános iskolás és a gimnazisták vannak. Nyilván minden korcsoportban szóba kerülnek a sportszakosztályok, aztán a művészeti oktatás, úgy a képzőművészeti, mint a zeneművészeti oldalról, és hát aztán a legfősőbb korcsoportnál szintén talán a sport és a tanulmányi eredmények alapján, tehát hála Istennek nagy a merítés. A város megtesz mindent az itt élő és tanuló gyerekekért. Van lehetőségük sportolni, művészeti iskolába járni, és nyugodt, biztonságos körülmények között élni. Bátaszék számít a fiataljaira, aminek az ékes bizonyítéka, hogy immár 2 évtized óta mond köszönetet évvégén a fiatalok munkájáért és tevékenységükért. A napokban elhunyt kiváló muzsikust, Kóbor Jánost különösen szerették Bátaszéken, hiszen családi kötődése révén ide tartozóként tartották számon. Így aztán teljesen természetes módon Szentmise keretében búcsúztatták el az Omega zenekar frontemberét. A bátaszékiek számára Kóbor János mindig is az ember volt, aki közülük való. Bár nem itt született, de nagyszülei révén nyarakat töltött itt, számos barátra ismerős lelelt a városban. Nem véletlen, hogy a napokban elhunyt muzsikustól a félig meddig földiek fájó szívvel búcsúztak el. Ezer szálon kötődött Bátaszékhez, hiszen gyerekkorát itt töltötte a nagyszüleinél. Nagyon sok gyermekkori barátja van, többek között az én édesapám is, aki sokat mesélt a gyermekkori élményekről, a futballmeccsekről. Meki szeretett Bátaszéken lenni. Nagyferi bácsinak is elpanaszolta azt, hogy ő nem is érti, hogy a húgának Bátaszék van beleírva születési helyként, és neki Budapest, és ha egyszer felnő és ezen tud változtatni, ezen változtatni is kíván. Szeretett gyerekkorában itt lenni, de ahogy a zenei pályája egyre terebélyesebbé vált, és nem csak Magyarországon, a világ számos pontján hírnevet szerzett magának és az Omegának. Egyre csökkentek a bátaszéki látogatások, de szívében mindig is bátaszéki maradt. Ha Bátaszék hívta, akkor jött is. 2 alkalommal is fellépett a legendás együttessel. Egyszer csak úgy szórakoztatta a bátaszéki közönséget, egyszer pedig segített a templom torony felújításában. Városunk ezt a fajta kötődést el is ismerte és megköszönte, amikor egyik születésnapján átadta a próbúrbe Bátaszék kitüntetést. Most el kell búcsúznunk egy nagyon jó embertől, egy zenész legendától, egy társtól és egy apától. Nehéz ilyenkor a búcsúzás. Egyik dalában valamikor nagyon-nagyon régen el is köszönt. Most végleg megtette. Isten veled neki. Lezárta a 2021-es évet a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület. A csoport ugyanis hosszú kihagyás után megrendezte a karácsonyi összejövetelét. Az esemény idén csak szűk körben zajlott, kizárólag a klub tagjai és közeli hozzátartozóik vehettek rajta részt. Lassan itt az év vége, így a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület megtartotta a hagyományos karácsonyi rendezvényét. A csoport vezetője azt mondja, a 2021-es év a klub életében jó és a vírus helyzet miatt rossz dolgokkal egyaránt telt. Számos programunkat meg tudtuk csinálni, tudtunk próbálni, összetudtuk hozni újra az Egyesület apraját, nagyját. Természetesen nagyon sok segítséget kaptunk, ugyanúgy, mint előző években. Itt meg kell említsem a Csóri Sándor alapot és Bátaszékváros önkormányzatát, tehát az ő segítségükkel nagyon sok programot és rendezvényt tudtunk. A legtöbbjét zárt körben, tehát magunknak, az Egyesület tagjainak, de számos fellépésünk volt, tehát városi rendezvényeken, Pécsváradi Leányvásárba, Alsónyéken vendégeskedtünk, tehát amit tudtunk, kihasználtunk, mert ugye ez az időszak nem arról szólt, hogy rendezvény hátán, és hogy mehetünk táncolni, amikor csak szeretnénk, így amikor volt lehetőségünk, akkor éltünk vele.
és megmutatkoztunk, és táncoltunk, és próbáltunk, és táboroztunk, felvidékestet tartottunk, szponzorbálunk volt októberben, és most a mai napon tartjuk az egyesületi karácsonyt. Ami az előző évekhez képest eltérő módon zajlott. Ugye megszokhatták tőlünk, hogy egy évzáró nagy műsort tartunk, ahová meghívunk mindenkit, aki kíváncsi az egyesület munkásságára, aki szeret minket, bemutatjuk a koreográfiáinkat, és a végén van a közös karácsonyozás, karácsonyvárás. Ebben az évben nem mertük ezt ilyen formán megtartani, így zárt rendezvényt tartunk. Hát most a zárt az azt jelenti, hogy az egyesület tagjai és azoknak a közvetlen családtagjai vesznek részt a mai estén. Elsősorban ugye a gyerekekre fókuszáltunk, a fiatalokra, mert nekik kell az élmény, nekik kell az, hogy érezzék azt, hogy tartoznak valahova, de természetesen a felnőttek is fontosak, így a ma este az szól egy kicsit a gyerekeknek is, és egy kicsit a felnőtteknek is. Az este folyamán a legkisebbek adtak elő egy műsort, majd a karácsonyi koncertet követően szeretett vendégséggel készült az egyesület. Az aprókáinkat Jankó Fruzsina készítette föl a ma estére, tehát Szabóné Béda Anita csoportja és a picik táncoltak ma, de Jankó Fruzsi volt az, aki összerakta és betanította a mai koreográfiát, és ő volt az, aki le is vezényelte a ma esti programot. Idei karácsony az ennyiben fog kimerülni, de reméljük, hogy mindenki szép élményekkel, emlékekkel zárja ezt az évet, és hogy jövőre 2022-ben legalább ilyen évünk lesz, de reméljük, hogy ennél csak sokkal jobb. Tavaly elmaradt, az idén azonban a hazaérkezésük 80. évfordulóját is megünnepelték a bátaszéki székelyek karácsonyi rendezvényükön. Ünnepi műsoruk a Mádé falvától Bátaszékig címet kapta, mely az ősök Tolna megyébe jutásának főbb stációját dolgozta fel. Molnár Péter, a bátaszéki székelyek baráti körének elnöke azt mondta, fontos, hogy minden történetet magukba szívjanak az idősebbektől. Keresték az utat, hogy családjuknak jobb sorsot teremtessenek. Ennek hatására megkezdődött az elvándorlás Bukovinából. Komoly kutató munkával állították össze azt a karácsonyi műsort, amit a bátaszéki székelyek baráti köre mutatott be meghívott vendégeiknek évzáró ünnepségükön. A műsor történelmi tényekre és székely anekdotákra épült. A tavalyi készültség, meg az idei készültség most egybe benne volt, mind energiába, mind időbe, egy picit lehet, hogy hosszúra sikeredett, de ahhoz, hogy kerek legyen a történet, ahhoz kellett ez. Mi azt a címet adtuk neki, hogy Madé falvától Bátaszékig. Tulajdonképpen a székelyeknek a Magyarországról, Osztrák-Magyar Monarchiából Magyarországra településére emlékezünk ebben az évben, 80. év jelen pillanatban, és ezt próbáltuk egy kicsit karácsonyias, kicsit ünnepi hangulatba öltöztetni, és megjeleníteni mindegyik színt, ahol őseink, még ha rövid időre is, de megvetették a lábukat. Mi itt Bátaszéken a 80. évfordulót külön nem ünnepeltük meg, a szövetséggel együtt ünnepeltük meg Bonyhádon, és úgy gondoltuk, hogy hozzá lehet kapcsolni az ünnephez. Én a műsor elejét így is kezdtem, hogy talán kérdéses, hogy miért pont karácsonyra tesszük. Én azt gondolom, hogy ez az egyik ünnep az évben, ami biztos, hogy annak idején is megünnepeltek. Akár szűk, akár tágabb családi körben, vagy barátokkal,
bárhol is esett éppen ez az ünnep, tehát bárhova vette őket a sors, biztos, hogy megünnepelték. És én azt gondolom, hogy jelen esetben adott volt minden hozzá, hiszen gyerekek, szülők, nagyszülők, több generáció egyben, barátok alkalmas volt most arra, hogy ennek egy napot szenteljünk legalább. A műsorban több mint 40-en szerepeltek összesen, így a próbákat sem volt könnyű összeegyeztetni. A próbáink vasárnaponként vannak a felnőtt csoportnak, 4 órától 5 óráig van az énekkar, 5 órától sokáig, 7:30-8:00-ig van, hogy még tovább van a felnőtt tánccsoportnak a próbája, és 2 alkalommal jöttünk ide a kultúrházba, mert mégiscsak ez egy színpadi jelenet, tehát nagy a székelyház, meg lehetne ott is tartani, de úgy gondolom, hogyha a csoport ki van emelve a nézőtérről, akkor sokkal látványosabb és sokkal érzelemdúsabb is a történet. Egyre nehezebb valós székelyeket, tehát aki A-tól Z-ig székelynek vallhatja magát, egyre nehezebb olyanokat ide invitálni. Én azt gondolom, hogy olyan műsort kell készíteni, ami bárkit vonzhat, bárkit érdekelhet, és esetleg maga a cím, ahogy az újságban is megjelent, illetve a meghívókon megvolt, fölkelti a kíváncsiságot. És bár lehet, hogy sokszor hallották már a dalokat, sokszor hallották már a verseket, látták esetleg a táncokat, de hogy melyik korhoz köthető, tehát éppen a vándorlásnak melyik stációjához köthető, az talán most volt a legkerekebb. Éjfél után 3 óra, gyere babám, menjünk haza, a kutyák se ugatnak, s az emberek alusznak, gyere babám, menjünk haza. Molnár Péter azt is elmondta, nagyon fontosnak tartja a közös programokat, hiszen az együtt töltött idő megfizethetetlen. Minél többet együtt lenni, annál jobban megismerjük egymást, annál jobban megismerjük az idősebbeket, annál több emlék, sztori, valós történet vagy anekdota, de felszabadul belőlük, és tovább tudjuk vinni. Meg tudjuk hallgatni, és tovább tudjuk adni. És hát van is kinek, hiszen rengeteg gyermek részt vett a műsorban. A gyerekek egyelőre arra vevők, hogy együtt legyenek. Szórakozzanak, táncoljanak, játszanak, és ha ez megvan, akkor onnantól kezdve nekünk könnyebb a dolgunk. Mert szívesen jönnek közénk, szívesen jönnek oda a székelyházba, és ha már ott vannak, akkor azt gondolom, hogy ragad is rájuk. Aztán ha akkor belejönnek abba az életkorba, hogy a kíváncsiságuk kiteljesedik, akkor biztos, hogy tovább tudják vinni, amit még jól lehet, mi sem kaptunk meg 100%-ban. Az ünneplés a székelyházban folytatódott, ahová minden megjelentett szeretettel vártak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!